Milyen programok várhatók a mentálódó központban? Közeljövőben két előadás sorozatunk lesz. Az egyiket dr. Semsei Gábor fogja tartani, Hogyan mondjam el címmel. Ez a családon belüli szexuális nevelésről szól, hogyan lehet a gyerekeknek erről a témáról beszélni. A másik pedig a konkrét körülményekkel kapcsolatos, hogy a mentális egészségünket hogyan tudjuk megőrizni ezekben a karanténos, járványveszéllyel teli időben. Ez is egy 3 alkalomból álló előadás sorozat lesz. Ha az első témára gondolunk, akkor oda kiket vártok? Természetesen elsősorban kisgyerekes, illetve kiskamasz szokat nevelő szülőket, gyerekeket tervező fiatalokat, de igazából ez érdekes lehet minden szakembernek, aki ezzel a témával foglalkozik, de akár olyanoknak is, akik úgymond ezen a részen már túl vannak, de érdekli őket, hogy mit mond erről egy szakember, hogyan lehet ezt a témát jól, könnyedén átadni a gyerekeknek és a családon belül, hogy lehet erről könnyedén beszélni. A másik a koronavírus járványra reflektál, és az emberekben meglévő jogos kérdések és félelmek feloldására vagy kezelésére kíván segítséget nyújtani. Miként lehet erre a megfoghatatlan vírusra valós segítséget adni a lelkek szintjén? Ugye nagyon sok mindenkinek probléma a bezártság, a bizonytalanság, a különböző félelmek a jövővel kapcsolatban, vagy anyagi bizonytalanság, sokan elveszítették a munkájukat, váratlan és új az a helyzet, hogy napokon keresztül a családok reggeltől estig otthon vannak, mondjuk egy karantén idején, nem találkozhatnak a gyerekek, fiatalok a korosztályukkal, a házastársak között is sok olyan feszültség lehet, amikor a nap jelentős részét külön töltik, az kevésbé jön elő. Egy jó beszélgetéssel ezeken a gondokon, nehézségeken nagyon jól lehet könnyíteni. És ugye van is itt az Óduban egy olyan sorozat, ami mesével foglalkozik, illetve a mese erejét is használjátok. Nagy örömünkre te ebből a mentálhigiéni és mesek témakörből írtad diplomamunkádat. Egy kicsit vezess be minket ebbe érzékeltetve, hogy milyen lehetőségeket rejt a mese önmagunk megismeréséhez. Hát ugye a mentálódóban tartunk mesefoglalkozásokat, csoportos mesefoglalkozásokat is, de ugyanakkor pedig a segítő beszélgetés során is nagyon jó eszköz lehet a mese, és én ezzel foglalkozom, és ezt próbáltam kutatni, mert a mesén keresztül nagyon sok olyan témát meg tudunk beszélni, ami esetleg nehezebb téma a kliens számára, amelyiket esetleg, ha önmagáról lenne szó, nem szívesen beszélne róla, viszont mondjuk egy mesehősről beszélgetve egy adott témát nagyon jól át lehet beszélni, illetve hát a mesékben az élet minden területére találunk párhuzamokat, a megfelelő mese kiválasztásával nagyon könnyen eljuthatunk oda, és gyorsabban, mint hogyha mondjuk csak egyszerű beszélgetéssel kellene felszínre hozni olyan dolgokat, amikről esetleg nehéz beszélni. Tehát nem csak a gyerekeknél jöhet szóba a mese, ez egy kicsit tévhit így napjainkban, hanem felnőtteknél is, ugye idősekkel való foglalkozás során, például demens betegek esetén. Igen, ez a tévhit azt hiszem már azért megdőlt, hiszen tényleg Boldizsár Ildikó vagy Csóka Judit kiváló kötetei és meseterápiás tevékenysége erre rávilágít. Amennyiben egy mesét kéne ajánlani, akár a mentálhigiéni szempontjából, akkor mi lenne az, amelyet ajánlanál nézőinknek? Hát nagyon nagy a repertoár, ugye, nehéz egyet kiemelni, de talán így mentálhigiénés szempontból a Lotilkó szárnyai című mesét említeném, amelynek a üzenete vagy a lényege tulajdonképpen az, hogy mindenki kaphat újra és újra szárnyakat. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm.